Izraelbe utazik szombaton a brazil külügyminiszter, hogy aláírja a koronavírus okozta betegséget gyógyító izraeli fejlesztési orspré braziliai teszteléséről szóló szerződést. Ezt a koronavírus járványt hónapokig tagadó Jair Bolsonaro elnök jelentette be. Arról kötünk megállapodást, hogy az orspré tesztelésének harmadik fázisát itt Brazíliában végezzük. A gyógyszert sürgősségi felhasználásra szánják és még tesztelik, ezért a brazil egészségügyi hatóságnak is engedélyeznie kell, mondta Bolsonaro. Az izraeli fejlesztésű sprét a koronavírus okozta betegség közepesen súlyos és súlyos eseteinél alkalmazták eddig. Összesen 30 páciens kapott a gyógyszerből. A fejlesztő Ichilov Orvosi Központ kutatója Nadir Arber arról számolt be, hogy 29 beteg 3-5 napon belül elhagyhatta a kórházat, és a fennmaradó egy beteg is felgyógyult, de a folyamat hosszabb ideig tartott. Brazíliában eddig több mint 260 ezeren vesztették életüket a koronavírus okozta betegségben, a fertőzöttek száma pedig meghaladta a 10,5 milliót.